lakástámogatásban, szerintem a miénk igazság. Most jól értem, hogy azt mondja, hogy ön nem tudja elfogadni azt a javaslatot, hogy a adó kiszámítás akkor ne csak a jövedelmet, hanem az abból eltartottak számát is figyelembe veszük. Erről nemet mond. Jól értem, miniszterelnök úr? Mert ezt olvastam ki a szavaiból. Azt kell mondjam, hogy én szerintem a szociális ügyeket... De most nem a szociális ügyeket általában, hanem így tesztott kérdést. Igen, a személyi jövedelemadózást én személyi jövedelemadózásnak kívánom megőrizni, mint ahogy, ha jól emlékszem, ön is annak őrizte meg, és ha jól emlékszem, a parlamentnek benyújtott javaslata sem erre vonatkozik, sőt, ha jól emlékszem, a most elmondott javaslata is egyetlen egy áfa elemre. Az adórendszer nem olyan, hogy bírja a politikai ötletelést, én szerintem. Nem olyan, hogy bárhol, bármikor, parlamentben, cikkben, vitában egy-egy elem fölvethető. Az adórendszer, mint ahogy ön is tudta, hogy 2000-ben át kell alakítani, az olyan, hogy összefüggésében kell nézni az állam többi szerepében. Bocsánat, de 2000-ben mit csináltunk az adórendszerre, bocsánat? Annyira semmit, hogy még csak az értékhatárokat sem növelték meg az inflációval, annyira semmit. Nem úgy volt az, csak próbálom fölidézni, hogy amikor a kormányváltás történt, akkor egy 6 sávos és 6 kulcsos adórendszerünk volt, és ezt mi átalakítottuk 3 kulcsossá, nem így volt? 2000-ben. Tehát ezt átalakítottuk tehát. Csökkentettek kulcsokat, mint hogy mi is csökkentettek kulcsokat. Bocsánat, csak hogy az a benyomás alakult ki esetleg itt a tisztelt újságíró között, hogy mi a adócsökkentéssel nem foglalkoztunk és hozzá se nyúltunk, mintha ezt mondta volna. Higgyel nekem, hogy nem akarom Matolcsi György úrnak a mundérját védeni, de nem volt az olyan könnyű feladat, meg Járai akkori pénzügyminiszter úrnak a mundérját sem nekem kell védenem, de hát azért mégiscsak egy 6 kulcsos széttagolt rendszerből 3 kulcsosat csináltunk. Látom, hogy nem feleltünk meg az ön mércéjének, de... Nem az énnek, a sajátjuknak, mert hogy adóreformot ígértek. Sőt, adócsökkentést ön jól mondja. Adócsökkentést ígértek, ez az elmúlt hónapok egyik legfontosabb vitája. És én tudom, és értem is, hogy ön nem akar arról az időszakról beszélni, de tudja, utána ön értékeli ezt az időszakot az emberekkel együtt, és bárhogy is lesz, ma azt gyanítom, hogy egy év múlva majd az ország azért a választás elé fog kerülni, hogy körülbelül azt a politikát támogatja-e, amely politikát ön csinált 98 és 2002 között. Mi nyilván emlékeztetni fogjuk erre a politikára az országot, vagy azt a politikát, amelyet mi csináltunk. Erről fognak dönteni az emberek önszerint? Természetesen. Azt gondolom, hogy... De nem arról fognak dönteni, hogy a saját életük szempontjából mik a problémák, és arra milyen megoldásokat lehet találni? Nem a jövő szempontja fognak dönteni? Az emberek ismernek bennünket, pártelnök úr. Pontosan tudják, hogy az, amit mondunk, és amire képesek vagyunk megcsinálni az ország vezetőiként, ez időnként nem esik egybe. És ilyenkor az okos ember mit csinál? Keres kapaszkodót. Azt mondja, már megint itt vannak ezek a politikusok, mondanak ilyet is, meg olyat is. Minden nap mondanak 2 beszédet. Már megint ígérnek nekem valamit. De hát itt van ez az Orbán Viktor, aki miniszterelnök volt, most meg az akar lenni. Mit is csinált ez annak idején? Mit szabad elhinni az ő javaslatából? Itt van ez a Gyurcsány. Hát ez is miniszterelnök akar maradni, hogyha én leszek a jelölt, meg hogyha ön lesz a jelölt. El is mond most ilyet is, meg olyat is. Mit csinált fontosan? Mi hitelesíti az ő ígéreteit? Én azt mondom, hogy nem lehet kibújni ezzelől a vita arról, hogy azt mondjuk, hogy majd az emberek eldöntik. Az emberek éppen azt várják, hogy legyen egy értelmes, nyugodt vita. Tudni, az nem jó, pártelnök úr, hogyha ön akkor akar vitatkozni, amikor én nem vagyok ott. A nagy gyűlésen, amikor a maga társaságában van. Mikor meg itt vagyok, akkor azt mondja, hogy inkább segít és támogat. Fordítsuk meg. Mikor nem vagyok ott, akkor segítsen és támogasson. Amikor pedig itt vagyok, akkor vitassuk meg, hogy mi az ország dolga. Hát abban az esetben, hogyha én is háborút szeretnék vívni rendszeresen, mint ön meg szópárbajt, akkor ez volna a helyes megoldás, de szerintem akkor kell együttműködni, ha találkozunk, ugye, ugye ez messziről nehéz. Bocsássa meg nekem, hogy most próbáltam javaslatokat előterjeszteni, de hát akkor tudom ezt megtenni, amikor abban a helyzetben vagyunk mindketten, hogy meghallgassuk egymást. Nem gondolom egyébként, még egyszer szeretném ezt az ön emlékezetébe idézni, hogy nekünk harcolnunk kellene a 98 és 2000 közötti esztendőkért, mert az emberek azt ismerik. Pontosan tudják, hogy mi történt. Egyébként érdekes módon látja az embereket, hogy majd hogyan fognak mérlegelni. Lehet, hogy az ön fejében így néz ki a világ mindig, hogy egyik kormány, meg másik kormány, de így jelnek, hogy elég sokan vannak ebben az országban, lassan már én is közéjük tartozom, akit ez nem olyan nagyon érdekel. Sokkal inkább érdekel az, hogy mi lesz a jövővel, mit kéne cselekedni, mi az, ami lehetséges. Vállalkoznak erre azok, akiknek ez a dolguk. Egyébként nem említette, de az a baj, egy ilyen vitában, amit ön kezdeményez, hogy a múltról vitatkozunk, az ember mindig egy kicsit kényelmetlenül érzi magát, legalábbis a magamfajta, mert
mintha a saját lovunkat kellene dicsérni. Ugye, bizonygatni kell. Mondtam önnek, hogy aki bizonygatja a saját igazát, arról mifelénk azt tartják, hogy általában nincs igaza, és maga is bizonytalan. De ha mondhatok valamit a mi 4 évünkről, hogy belülről hogyan láttam, és esetleg egy szempontot adni önnek, hogy amikor meg akarja érteni, akkor hát értsen, hogy mi miért történt, úgy, ahogy történt. Szóval mi megpróbáltunk nem egyszerűen csak Horn Gyula miniszterelnök úr után foglalkozni az ország ügyeivel, hanem megpróbáltunk olyan fajta dolgokat cselekedni, amelyek korábban nem voltak. Pedig az embereknek lett volna rá igényük. Én egy újító szemléletű kormányt szerettem volna működtetni. Ez néhány területen sikerült, nem mindenhol, de néhány területen. Ha most fölidézek néhány szót, ugye korábban mondjuk nem volt diákhitel. Ugye? Lett. Korábban még nem volt gazdasági minisztérium se. Korábban nem volt Széchenyi terv. Vagy korábban nem volt gyermekek utánjáró adókedvezmény. Vagy korábban más volt a minimálbérrendszer, ezt megváltoztattuk és kétszeresére emeltük. Tehát csupa olyan, nem volt a mezőgazdaságban például családi gazdaságokat támogató rendszer. Most, hogy minden eleme jó volt-e vagy sem, én készséggel elfogadom, hogy nem biztos, hogy minden eleme jó volt. Hát persze. De új dolog volt. Nem volt nemzeti földalap, hogy meg tudjuk védeni a magyar termőföldet. Nem volt nemzetegyesítés, státusztörvényes kísérlet. Tehát csupa olyan dolgot próbáltunk tenni, amiből kirajzolódott egy olyan ország, amely megpróbál választ adni. Nem volt otthonteremtési rendszer. Csináltunk. Megpróbál választ adni az embereknek azokra a kérdéseikre, amelyek a mindennapi életben a legfontosabb, és mindenkinek olyan lehetőséget akar nyújtani, amire szüksége van a fiataloknak. Diákhitelt, a fiatal házasoknak otthonteremtést, a fizikai munkásoknak kétszeres minimálbért, a vállalkozóknak Széchenyi tervet, a gazdasági minisztériummal ellensúlyozni a állandó megszorításokra játszó, emlékszik a rossz emlékű bokros csomagra, szóval erre játszó pénzügyminisztérium, mert legyen egy másik, fejlesztési gondolkodású minisztérium. Tehát lehet, hogy az nem volt hibátlan 4 év, de távol legyen tőlem, hogy ezt akarjam állítani. De újszerű volt, legalábbis megpróbáltunk kapukat nyitni a jövőre. És én az ön dolga, hogy ön mit fog majd mondani, ha eljön az idején. Egyfolytában arról próbálok beszélni az embereknek, hogy szerintem hasonló újabb kapukat kell nyitni. Próbáljuk ezt megtenni, erről próbálom őket győzködni. Meg arról, hogy egyébként képesek rá. De ehhez változtatni kell, mert manapság nem ez történik. Hanem hát ahhoz, hogy előre jussunk, kénytelenek leszünk néhány rossz dolgon változtatni. Bocsánat, hogy ezt kell mondanom az önkormányzásáról, de hát azokon majd változtatni kell. De nem lebeszélni akarom a változásról az embereket, hanem annak a folytatására akarom őket fölhívni, hogy merjünk megint úgy gondolkodni, hogy mindenkinek találjuk meg az élete szempontjából fontos kérdéseket és arra adandó megoldást. Egész nemzeti konzultációnak az az értelme, hogy olyan kérdésekre kapjunk választ az emberektől, amilyen kérdéseket az elmúlt 15 évben soha az embereknek fel nem tettek. Mindig jöttek a politikusok a maguk ötleteivel, időnként mi is beleestünk ebbe a hibába. Több energiát fordítottunk a meggyőzésre, mint a megkérdezésre, a megértésre. De önök is úgy látom, mintha ebben a hibában szenvednének, érdemes ebből kigyógyulni. És most inkább meggyőzésért meg kéne őket kérdezni. És fölteszünk olyan kérdéseket, amelyekre tudnak válaszolni, és amelyek alkalmasak arra, hogy utána kijelöljük a közös irányt. Tehát én szeretném azt mondani önnek, hogy egymás győzködése helyett inkább próbáljunk a jövőre kapukat, ablakokat, lehetőségeket nyitni. Abban a szellemben, ahogyan próbáltunk kormányozni is, még akkor is, ha látom, hogy nem nyert el az ön tetszését az akkori 4 esztendő. Hát mi sem állna távolabb tőle, mint hogy azt vitassam, hogy annak az időszaknak voltak érdemi erényei és eredménye. Hogyan venném hozzá a bátorságot? Azt igénylem, hogy azt a fajta méltányosságot, amit a saját kormányával szemben kér, és amilyen reális értékelést mond arról, hogy igen, vannak erényei egy időszaknak, meg vannak tévedései. Ezt a fajta méltányosságot először az országgal szemben, jelzők nélkül, és másodszorban nem is annyira a kormánnyal szemben. Természetesen nagyon sok jó dolog történik, hála Istennek. Az ország megy előre. Engem a dolog irányát tekintve nyilván ugyanaz az ambíció fűt, mint önt. Mire tetszik gondolni? Egy helyre jövünk. Megváltoztatni és jobbá tenni az országot. Megváltoztatni ügyeket. Ennek egy része olyan, amiben korrigálni szeretném azt, amit ön ránk ugyott. Egy része új történet. Bocsánat, milyen helyről jövünk? Egyhogy csak nem értettem pontosan a mondatot. Hát egy helyről jövünk. Mire gondol? Önnek is, nekem is, a családja. A 60-as, 70-es évek munkás embernek a köréből jön. Olyan emberek, akik az elmúlt pár évben, hát sokszor úgy érezték, hogy ez az ország, ez nem igazságos.
hogy ez az ország, ez kevesek számára nyújt lehetőséget, sokak számára pedig hát bezárja a felemelkedés világát. Az én legnagyobb vitám önnel, és nem a szándékait vitatom ebben a történetben, hogy én azt láttam, hogy amikor ön hozzányúl fontos társadalompolitikai kérdésekhez, akkor valahogy mindig úgy hozta a sors. Ilyen lett a családtámogatás is. Egyébként ilyen az otthonteremtés is, így hívja ezt, amit adtak, hogy mindig azok tudnak többet kivenni belőle, akik a tetején vannak. És azt gondolom, például a minimálbérre erre gondolt? Nem, a minimálbérre ez nem igaz. Köszönöm. Mondom az otthonteremtésre, és mondtam ezt a lakástámogatásra. Mind a két rendszer olyan, hogy fölfelé húz annak ad többet, akinek több van. Miközben természetesen abból tud adni, amit elveszünk mindenkitől, és hogyha ez így van, akkor mindegyikünk fizeti meg mondjuk azt az otthonteremtést, ahol a legnagyobb lakásokat vásárlók többet is vehettek, mert a választási kampány előtti hónapokban átlakították a szabályozást. Nézzen, akkor hány ember jutott otthonteremtési hitelhez, amikor mi voltunk kormányon? Csak bocsánat, hogy tisztázok, ha ma a tényekről van szó. Ön szerint hány ember? Attól tartok, hogy én jobban tudom a számot, hogy nehogy véletlenül kimondja a 270 ezeret. Mondja ön, az is jó nekem. Azt pontosan nem tudjuk, azt tudjuk, hogy 45 ezer lakáshitel szerződés köttetett 2002 első fél évének végéig. Önök 270-et szoktak mondani. Ez a 270-nel két baj van. A 270 ezer az 2003 végéig igaz, mert hogy 2002 közepéig 45 ezer volt, ráadásul az embereket nem tudjuk, hogy hány jutott, ezt tudjuk, hogy ez a hitelszerződések száma, de ez indiferens. És amit ön helyette megindított a fészekrakó, ez idáig hány ember jutott fészekrakó hitelhez? Nem azt indítottuk meg helyette, átlakítottuk azt a otthonteremtési támogatást. Bocsánat, miniszter, akkor ne csúszson ki, mennyi a fészekrakó? Lesz 10 ezer év végére. Most mennyi, bocsánat. Nagyon, lesz 5 ezer. Mennyi? 5. Köszönöm. Akkor kezdjük akkor még egyszer. Köszönöm, beértem ezzel a válaszokat. 5000 ember. Igen. Csinált egy olyan családtámogatást. Egyébként jó rendszer volt. Tehát a fészekrakó program egy jó dolog, és 5000 ember sem kevés. Csak kevesebb, mint a 270, 270, és kevesebb, mint a 40. Az a, mondjuk egyszer mondom, 270 ezerből 235 ezer 2002 közepe után kapta, és elkövettünk egy hibát, későn állítottuk meg azt a folyamatot, amit ön elkezdett, hogy a legvagyonosabbaknak adunk ma évente 2 millió forint nettót azért, mert felvehettek 30 millió forintot többet is. De mondok maga valamit azért... A kormány a tagjairól beszél, mint vagyonos emberekről, ez igaz? Ott vettek fel a legtöbbet. Mint ahogy nyilvánvalóan az ön volt kormányának egyik másik tagja szintén fölvette. De hát azok vagyonos emberek? Az a néhány miniszter, bocsánat. Csak bocsánat, az a néhány minisztere vagyonos ember. Hát nézzem, egyik másiknak nincsen több vagyona, mint önnek, ahogyan olvasom most ebben. Tehát azt gondolom, hogy nem érdemes kijátszani ezt a kártyát. Önnek van 100 millió forintos vagyona, vagy annál több, egy pár miniszternek meg van, lehet, hogy van 3-400 millió vagy 1 milliárdos vagyona. De bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy szerintem nem érdemes azokat az embereket, akik fölvették az otthonteremtési hiteleket, egy szuper gazdagnak beállítani, és azt mondani, hogy aki lakáshitelt vett föl, az Magyarország gazdag elitjéhez tartozik. Nem tartozik oda. De amikor az ön előbb arra kért engem, hogy pontosan idézzem a szavait, most én is arra kérem, azt mondtam, hogy lehetővé tette azt, hogy nagyon gazdagok havi 2 millió forintos támogatást kapjanak. Mert a mi lakáspolitikánk nem ebben van, abban van, hogy kétszeresére emeltük a szociálpolitikai kedvezményt. Ön 4 évig nem nyúlt hozzá. Most 2 millió 400 ezer forint a szociálpolitikai kedvezmény, 2. Odaadjuk előre, ilyen utoljára 80-as években volt, tudja, ha a gyereket ígéri, lehet vinni a pénzt. Azt mondjuk, hogy meg lehet kapni ennek a felét, hogyha használt lakást vesz valaki, ezt mi csináltuk. Azt mondtuk, hogy akinek még így sem megy, annak adunk lakbértámogatást, 14 ezer forintot. És azt mondtuk, hogy ha nem tudsz elindulni az első kis lakás felé, a 30-40 négyzetméterhez, mert nincsen 5 millió forint készpénzed, annyi kell az otthon teremtésnél normális esetben, hit, 5 millió hitelfedezeti értékként egy 15 milliós lakásnál, akkor mi beszállunk az állam az odaadott, előre odaadott szocpol kedvezmény mellé még egy fedezettel, egy garanciavállással. Azaz én nem azt vitatom, hogy az otthonteremtés kiterjesztett rendszere az oktalan volt. Azt vitatom, hogy le kellett volna zárni abba az irányba, hogy ne legyen belőle ingatlan befektetés. Én magam ismerek olyanokat nyilván is, aki több lakást vett ebben az időszakban, és le kellett volna zárni a nagy lakások irányába. Ma 240 milliárd forintot költünk
otthonteremtési támogatásra 60 milliárd volt betervezve az önköltségvetésbe. Ezek a pénzek. Dezsavű érzésem van, miniszterelnök úr, dezsavű érzésem van. Tehát Egyesi Péterrel, amikor a választások előtt beszélgettünk hasonlóképpen, és ő azt ígérte, hogy semmihez nem nyúlnak hozzá, ami egyébként jól működött. Ami jól működik. Azt hagytuk. Ami nem jól működött, azt megváltoztak. Akkor kérdeztem tőle, hogy és mi működik jól. És azt mondta, hogy neki nagyon tetszik az otthonteremtési rendszer. Az nagyon jól működik. Egy kicsit ki fogják szélesíteni, ahhoz nem fognak hozzányúlni. Csak azért mondtam, hogy van egy kis dezsavű érzésem. De nem hiszem, hogy érdemes ebbe belebonyolódnunk, mert amit erről elmondhattunk, talán már el is mondtuk. A statisztikai számok most már sokatszor kerülnek itt elő, és úgy látom, hogy nehéz ezekben egyetértésre jutni, de anélkül, hogy tekintélyes embereket idézgetnék a statisztika miben létéről, ha hallgatom önt a számokról, mindig eszembe jut az a történet, amikor a vadász hazamegy a vadászatra, és azt mondja a feleségének, hogy az első lövésnél a nyulat egy arasszal balra tévesztettem el, a második lövésnél egy arasszal jobbra. Úgyhogy kedvesem, az a nyúl statisztikailag halott. Ez az a szemlélet, amivel nem jutunk semmire. Úgyhogy én azt javaslom, hogy próbáljunk ismét a számpárbaj helyett visszatérni, vagy tovább lépni azok felé, a javaslatok felé, amelyeket fölkínáltam a miniszterelnök úrnak. Mégis csak három komoly dologról van szó, hát ha mégis legalább egyben vagy kettőben meg tudunk állapodni. Siessünk akkor rendesen, mert majd lesz még nekem is javaslatom az ön számára, de akkor próbálok nem letáborozni ilyen hossza, mint egyik javaslatánál. Az anekdóta egyébként, hogy a visznek jó politikának, azt hiszem, hogy talán nem eléggé. A második a gázár volt. A gázár dolgában, amely a magyar politika szent tehenévé változott, éppen azért, mert a kampánynak mások olyan a természete, mint amilyen, és leegyszerűsítés, buta kérdések hangzanak el és vádak, és akkor erre időnként leegyszerűsítés, talán pontatlan válaszok jönnek. Mi a dolgunk? Az a dolgunk, hogy megpróbáljuk, amennyire lehet csillapítani azokat az árakat, amelyeket nem mi diktálunk, hanem Magyarországon kívülről jön. Mind a ketten próbáltuk csillapítani. Hát jól értem, hogy ön azt mondja, hogy a gázárát Magyarország nem a kormány emeli? Megpróbálnám újra elmondani. Megpróbáljuk csillapítani azokat a hatásokat, amelyek kívül jönnek. A gázárat nem mi emeljük, hanem ki. Ezt ön is tudja, a gázárat a világpiac diktálja. Mi eldönthetjük, hogy ha ezt nem engedjük rá a fogyasztóra, akkor ráengedjük arra a vállalatra, ez a MOL, az egyik legnagyobb magyar nemzeti vállalat, ami attól, hogy nyereségesen tud működni, hogy fejleszteni tud, ettől a régióban növekszik és képviseli a magyar érdekeket. Bocsánat, de végül is kidönt a gázáremelésről. Ön mondja meg, hogy mennyi, vagy valaki más? Én adok arra engedélyt a gazdasági miniszteren keresztül. Ön, amikor miniszterelnök volt, a gázáraknak a hatását 72%-ban, ahogyan mozgott a világpiac, ráengedte Magyarországra. Olyan időszak volt, hogy csak 28%-kal gondolt ezt csillapítani. A világpiacon ma meglévő gázáraknak az árát mi csak 54%-ban engedjük rá a magyar piacra, a fennmaradót nem engedtük rá. Az nagyon veszélyes politika, miniszterelnök úr, hogy azokban az árakban, amelyek árakban nem Magyarország diktálja az árak szintjét, abban a kormány eljátsza azt a szerepet, ön ezt egyébként úgy látom, hogy viszonylag sokszor teszi, hogy azt mondjuk a fogyasztónak, hogy majd én megóvlak benneteket. Igen ám, de mondjuk amit csinált az áramnál, annak az lett a vége, ott is ezt tette, hogy 2002-es kormányváltásra az MVM az összedőlés határa került 100 milliárd forintos vesztesége volt. Ilyenkor el kell menni az adófizetőkhöz, drága adófizetők, ne haragudjatok, valahonnan ki kell ezt a dolgot fizetni. Hát hogyha Orbán elnök úr ezt nem engedi meg, hogy kifizesse, és azt fizesse ki, aki fogyaszt, most önöknek kell kifizetni. Most is mondhatom azt, hogy kérem szépen, hagyjuk a csodába az árakat. Majd a kormány az adófizetők zsebéből ki fogja fizetni. Én ehhez azt tettem, hogy szociális tarifát vezettünk be, ő ezt nem vezette be. Azt mondtuk, hogy tudják mit? Aki keveset fogyaszt, 1500 köbméterig, neki nagyon sok támogatást adunk. Ott nagyon alacsony az áremelkedés. 1500 és 3000 köbméter között.
Ezt mondták volna, bocsánat? Igen, ez ilyen a Gázán rendszer, tudja, mióta mi vagyunk kormányon. Nem az történt, talán... bocsánat, hogy azt mondtam Medgyessy Péter miniszterelnök jelölt úr, meg utána már miniszterelnök is, hogy nem lesz Gázán emelés, én erre emlékszem. Dehogy nem, persze, hát belekergették egy olyan vitába, amely vita irracionálissá vált, irracionális vitából irracionális emelés. Jól értem, mi tehetünk arról, hogy Medgyessy Péter azt mondta, hogy nem lesz Gázán emelés, önök pedig felemelték a Gázán emelést. Igen, azt gondolom, hogy amikor teleplakátolják az országot, miniszterelnök úr, egy szégyenteljes politikai és gazdasági irracionalitással, amikor egy kampány arról szól, hogy ijesztegetik az embereket, hogyha ezek vissza fognak jönni, akkor egekig mennek az árak. Nem így történt? Nem így történt. Az a helyzet, hogy nem így történt. Az a helyzet, hogy azt megtettük, hogy azok, akik a legnagyobb házakban laknak, azok, akik a legtöbbet fogyasztanak, azoknak nem az adófizetők pénzéből kompenzáljuk a gázárat, viszont lényegesen többet adunk azoknak, akik lent vannak. És tudja, nem lehet egy-egy termék árából politikát csinálni. Az ön időszakában 10%-kal növekedtek az árak az első 3 évben. Maradjunk a gázárnál egy pillanatra, mert úgy látom, hogy elkalandozunk. Én megismétlem azt a kérésemet a nézők ha felé, lehetne, hogy... akkor ne legyen a bosszokás, hogy ön mindig félbeszakít. Ígérem, hogy 3 percen belül be fogok fejezni. A gázról beszélünk, mert úgy látom, hogy el szeretne menekülni. Nem, azért gondoltam, ő majd vissza fog jönni, nekem is sokkal jobb tehetsége van. Higgyel nekem, bármit fogok mondani, hogy visszajön a gázárral. Mégiscsak befejezem tehát akkor. Azt hogy maradjunk a gázárnál egy pillanatra, mert látom, hogy az áremelkedések általános irányát hozza föl. De kicsit beszéljünk erről. Ha erővel kívánja nyomni, akkor gyerünk Gázára, nyomja pártelnök úr. Gyerünk Gázára, látom, hogy lendületben van. Hajrá! Megadom magam. Ön nyert. Végtelenül veszélyes politika az. Végtelenül. Hogy van egy nagyon bonyolult rendszer, ami az ország. Önnek és nekem az a dolgunk, hogy ezt tisztességgel egyensúlyban tartsuk, hogy felismerjük azokat az összefüggéseket, amelyek vannak. Ön azt mondja, hogy az emberek politikáját kell szolgálni, az az emberek becsapása. Ha kiemelek valamit, és azt mondom, hogy tudjátok, hogy mostantól kezdve a politika tengelyében egy dolog van, a gázár. És nem érdekes, hogy egyébként az áremelkedés az fele harmad akkora, mint 3 évvel korábban. Nem érdekes, hogy bele lehet hajszolni politikusokat rendkívül buta állításokba. Nem érdekes. Ne bántsa szegény Medgyessy Péter, jót akart. Nem érdekes. Én azt tudom önnek mondani, nem jutunk egyről kettőre, de Magyarország nem. Hogyha fönntartjuk azt a világot, ahol egyes termékeknek az ára válik úgy általános politikai kérdéssé, ahogyan úgy látom, hogy ön folyamatosan azzá szeretné tenni, tudnélik, talán így is mondta, hogy a demagógia úgy keletkezik, hogy a részigazságból hazugságot csinálnak. És én nem mennék el a demagógia felé. Mert valóban önnek van igazsága. Emelkedtek a gázárak. Elmondhatjuk minden héten. Mást mondok. Emelkedtek a gyógyszerárak is, bár éppen 99-ben és 2000-ben önnél jobban, majd azóta számokat megnézhetjük. Meg a benzinárak is emelkednek. A benzin más, azt nem ön dönti el. De nagyon jó lenne, hogyha értenénk. Egy dolgot tud az ember előtenni, hogy a veszteséget hova pakolja. Bocsánat, ne legyünk méltánytalanok önnel szemben. A benzináráról ön nem tehet, ez igaz. Az adó révén egy kicsit, mert hogyha kevesebb adót tenne rá, akkor megtehetné, de ez nehéz ügy, ezt elfogadom. Meg hogyha bevezetni azt a rendszert, ami volt korábban, hogyha bizonyos ár fölé megy a benzin, akkor az... azon lévő adó automatikusan csökkent, tehát ennyit tehetne. Amit mi alkalmaztunk és amit a utasítottal csak azt akarom mondani önnek, hogy nem akarok méltánytalan lenni, tehát nem szívesen raknék olyan felelősséget a nyakába, vagy az ön vállára, ami nem tartozik oda. Tehát a benzinárának emeléséről nem a kormány dönt, én csak arról a néhány dologról szoktam beszélni, ha megengedi, hogy ezt megismételjem, elvéllel, ahol ön dönt. Tehát ön dönti el a gázár emelést, ön dönti el a villamosenergiaár emelését. Ön dönti el a kötelező biztosításnak a mértékét. És a közlekedési tarifák egy tekintélyes részét is ön dönti el. Én azt gondolom, hogy ezzel a felelősséggel nem lehet kibújni. Nagyon nehéz dolog, ez egyetértek önnel. Tehát még a helyzet leírásáról is azt kell mondanom, hogy igen, ismerem ezt a dilemmát. Csak tudja, a dolog részben elszántság, részben kurázsi kérdése. Hát, ha az ember kimond egy elvet, akkor ahhoz lehet a kormánynak tartani a magát, az emberek számára biztonságos, kiszámítható életet hoz. És még a nagy nemzetközi cégek, ha nem is könnyen, mert ezek nagy elefántok, és ha megmozdulnak, akkor ha valahova lépnek, ott súlyos következmények származhatnak ebből. De még ők is úgy, ahogy elfogadják. Persze mindig küzdeni fognak el, de hát végül is nem, mi nem az ő érdeküket képviseljük, ugye, hanem az emberek érdekét. Tehát ha kimondja az ember azt az elvet, hogy az általános áremelkedés mértékét nem haladhatják meg azok a cikkek, azoknak a cikkeknek az áremelkedése, amelyek a legtöbb nyugdíjasnak,
legtöbb családos embernek a legtöbb fejfájást okozzák, ami a rezsit adja ki. Ha ezt az elvet kimondja, akkor tudja magát tartani hozzá. Én ezt próbáltam. Nem állítom, hogy mindig sikerült. De ezt az elvet az elején kimondtuk, és megpróbáltuk ehhez tartani magunkat. Mi nem hajszoltunk bele senkit abba, hogy azt mondja, hogy nem lesz gázáremelés, még csak azt kértük, hogy azt ígérje meg, akármilyen miniszterelnök jön, vagy akármilyen kormány alakul, hogy ezt az elvet nem fogja bántani. Tehát az általános áremelkedés mértékével azonos gáz, villany, általában rezsinövekedés, a közlekedés kötelező biztosítás. Szerintem ezt szerintem meg lehetne cselekedni. Mondok, ez az, amit az emberek szeretnének hallani, önnek ebben igaza van. De mondok önnek valamit. De arról beszélek, amit csináltam, bocsánat. Mondok önnek valamit. Amit csinált, az azt eredményezte, hogy mára a MÁV, mára a BKV, az a csőd szélén van. Tudjuk, a költségeket nem mi diktáljuk. Az árakat diktálhatja a kormány. De ha a költséget nem ő diktálja, és hogy az árakban nem engedi elismerni a költséget, ezt a nézők utálni fogják, mert olyan gazdasági tohuva-bohuva, amit ilyenkor mondunk, hogy az nem szeretik. Kétségkívül ez igaz. De az az igazság, hogy önnek kell értenie. A nézőnek nem muszáj, de önnek igen. Ha a költségeket nem ismeri az ember az árban huzamosabb ideig, és ilyen fikciókhoz tartja magát, abból tudja, mi következik? Nem az lesz, hogy a MOL, az egyik legnagyobb nemzeti kincsünk végre, a régió egyik legerősebb vállalata, mert ha azt a politikát csinálnánk, amit ön javasolna, akkor a MOL az tönkre menne. Akkor azt mondta, hogy a legnagyobb nemzeti kincsünk, jó? Egyik legnagyobb nemzeti kincsünk. Akkor 12,5%-nyi állami tulajdonban lévő részvényt remélem nem szándékoznak eladni. Majd a privatizáció az a harmadik, úgy látom, hogy a harmadik kérdésnek vetette föl. De csak az beszéljen a privatizációról, amelyik érti a tőkemozgások közötti ármozgásokat. Nem lehet folyamatosan arra az egyszerű igazságra hivatkozni, amely igazság, azt gondolom, hogy valóságos igazság, amikor neki busulunk és szeretnénk a hétköznapokat jobbá tenni. Csak van egy másik felelősség, az ország egészéért viselt felelősség. És ebben a felelősségben az embernek időnként olyan döntést is kell vállalnia, mert pontosan tudja, hogy most teher. De azért kell ezt elvállalni, hogy a magyar államvasutak ne olyan legyen, mint ma. Hát látja, hogy a BKV-t nem tudjuk kistaférozni. Mert egyébként valóban az árat eldönthetem. De a költséget nem én döntöm el, akkor végén adót kell majd emelni. Na de ha mindenki azt csinálná, kedves miniszterelnök úr, hogy amikor úgy gondolja, hogy veszteségesen működik, akkor bejelentkezik a kormánynál, és azt mondja, hogy hát a költségemet nem tudom csökkenteni, veszteségem van, terheld rá a polgárokra ennek a költségét. Ahelyett, hogy egyébként megváltoztatná, amire egyébként ráférne, mind a BKV-ra, mind a MÁV-ra, a saját működését. Ez egy rossz politika, ennek a végén az van, hogy léteznek nagy, szent tehénként tisztelt vállalatok, ezek egyébként fontos vállalatok, például a MÁV is. Állandó elbocsátások vannak, sok ezer ember kerül a utcára, ha minden igaz, jól látom a erről szóló kormánydöntéseket a következő időszakban. Idegesek is egyébként a szakszervezetek is, meg a MÁV munkása is. De akkor hozzányúljunk, vagy ne nyúljunk hozzá? Hát, hogyne, persze, hozzá kell nyúlni. Persze, hogy hozzá kell nyúlni. Tehát támogatja azt, hogy MÁV-nál legyen átalakulás, persze. És az átalakulás nyilván érint szervezetet, munkahelyet, sok mindent. Hát úgy kell csinálni, hogy lehetőleg kevés munkahelyet érintsen a MÁV-nak. Óriási vagyona van, ha ön nyilván foglalkozik ezzel, látja, hogy a vagyon az hogyan megy ott kifele, meg azt is látja, hogy kik vezetik a MÁV-ot, olyanok, akiknek a vasúthoz egyébként korábban semmi, vagy szinte alig volt egyáltalán közük. De ez egy részletkérdés most a dolog lényegét illetően. Én csak azt szeretném önnek mondani, hogy szerintem érdemes próbálkozni azzal, hogy veszteségesen működő állami vállalatokat átalakítunk jól működővé, és nem terheljük rá az emberekre a veszteséges állami vállalatoknak a költségét. És különösen jól tesszük, hogyha nem terheljük rá egyébként, költségnek beállított, de gyakran inkább csak profit érdekeit majd nemzetközi vállalatoknak, akik könnyedén, ha a kormány nem áll ellent, kiharcolják az áremeléseket, amit aztán a nyugdíjasok, a családosok, leginkább a bérbeli fizetésből élők fizetnek meg a legnehezebben. Tehát én azt kérném öntől, hogy azt ne vessük el teljesen, tehát ne dobjuk ki azt a gondolatot, hogy az átlagos áremelkedési ütem szintjén kellene tartani. Nem kell azt ígérni, hogy nem fogjuk emelni, nem kell azt ígérni. Nem kell belehajszolódni, vagy nem kell belehajszolni a magát egy ilyen igen, de csak a korrektséget. Hogy ami az általános áremelkedési ütem, azt tartani fogjuk. Akkor is, ha a nemzetközi cégek egyébként megtámadnak bennünket, akkor is, ha mindenfajta profit érdekekre fognak hivatkozni, azt érdemes tartani.
Szerintem ezt a gondolatot, bár ön nem ért ezzel egyet, nem érdemes a magyar közgondolkodásból a következő néhány évre nézve kidobni, azért tartsuk melegen, hát ha egyszer egyetértünk ebben.